Kompromisszumos szövegtervezettel zárultak a bécsi nukleáris tárgyalások Iránnal hétfőn, közölte egy diplomáciai forrás. Az atomalkuban érintett országok, azaz Nagy-Britannia, Kína, Franciaország, Németország, Oroszország és az Egyesült Államok néhány héten belül válaszolhatnak a tervezetre. A szöveget az Európai Unió politikusai terjesztették elő. Amennyiben senkinek sincs ellenvetése a dokumentummal szemben, helyre lehet állítani az atomalkut, mondta el Mihail Uljanov, bécsi orosz nagykövet. Irán jelezte, alaposan megvizsgálja a tervezetet, és tájékoztatja az érintetteket az álláspontjáról. Az atomalkú felélesztéséről tavaly áprilisban kezdődtek tárgyalások Bécsben. A 2015-ös egyezmény értelmében Irán kötelezte magát nukleáris tevékenységek korlátozására, ennek fejében fokozatosan feloldották a Teheránnal szemben elrendelt büntetőintézkedések többségét. Donald Trump, volt amerikai elnök, 2018-ban egyoldalúan kiléptette az Egyesült Államokat a szerződésből, és újból bevezette az iráni gazdaságot folytogató szankciókat. Irán válaszul fokozatosan felmondta a saját kötelezettségvállalásait, egyebek között fokozta az urándúsítást. A Világbank hétfőn bejelentette, hogy további 4,5 milliárd dollárnyi segélyt nyújt Ukrajnának az Egyesült Államok által biztosított pénzalapoknak köszönhetően. Az újabb segélycsomag lehetővé teszi a szociális támogatások, a nyugdíjak és az egészségügyi kiadások kifizetését, hangsúlyozta a Világbank hétfői közleménye. Ezzel párhuzamosan az amerikai védelmi minisztérium további 1 milliárd dollár értékű katonai támogatást jelentett be Ukrajna részére. Ez az eddigi legnagyobb mértékű segélycsomag, amelyet az amerikai elnök saját keretéből jóváhagyhat. A katonai támogatás a nagy hatótávolságú HIMARS rakétakilövő rendszerekben használt lőszert, Javelin rakétákat és 50 darab egészségügyi célra használt M113-as lánctalpas páncélozott szállító harcjárművet tartalmaz, jelentette be J. Todd Brisill, a Pentagon szóvivője hétfőn. Célba ért az első ukrajnai gabonaszállítmány hétfőn. A Polarnet nevű hajó megérkezett törökországi célállomására 12 ezer tonna kukoricával a fedélzetén, közölték a kijevi infrastrukturális minisztérium illetékesei. A török zászló alatt hajózó Polarnet pénteken indult útnak a Csornomorszki kikötőből. A kötelező isztambuli nemzetközi ellenőrzést követően időben meg is érkezett a célállomásra. Olekszandr Kubrakov infrastruktúráért felelős ukrán miniszter elmondta, a hajó sikeres útja optimizmusra ad okot. Oroszország és Ukrajna július 22-én Törökország és az ENSZ közvetítésével megegyezett a Fekete-tengeri ukrán gabonaexport újraindításáról. Ezzel egyidejűleg Oroszország engedélyt kapott arra, hogy a nyugati szankciók ellenére mezőgazdasági termékeket és műtrágyát exportálhasson. Az egyezményt követően elsőként a Razoni nevű hajó indult útnak 26 ezer tonna kukoricával a fedélzetén Odessa kikötőjéből. A szállítmány 5 hónap késéssel érkezett meg Libanonba, ezért a felvásárló lemondott az áruról, közölték Ukrajna libanoni nagykövetségén. Jelenleg másik felvásárlót keresnek. Az isztambuli megállapodás óta eddig 8 teherhajó vágott neki a tengernek, közölték az ukrán hatóságok hétfőn. Kijev reményei szerint naponta körülbelül 5 gabonaszállító indulhat útnak a következő két hét. Szeptember 1-től Németország nyilvántartásba veszi a háború elől menekülő ukránok vízummentes napjait. Az erre vonatkozó dokumentumot a német kormány tette közzé. Az okirat értelmében Ukrajna állampolgárai augusztus 31-ig szabadon tartózkodhatnak Németországban. Szeptember 1-től azonban azok, akiknek az Ukrajna és az EU közötti jelenlegi vízummentességről szóló megállapodás által megengedett tartózkodási idejük a végéhez közeledik, 90 napra ki kell utazniuk az országból, vagy tartózkodási engedélyt kell igényelniük a migrációs hatóságoknál ahhoz, hogy legálisan tartózkodhassanak az országban. Azoknak az ukrán állampolgároknak is regisztrálniuk kell, akiknek németországi vízummentessége szeptember 1-e és december 1-e között jár le, áll a német kormány határozatában.
Az ideiglenesen megszállt ukrajnai területeken Oroszország népszavazásra készül, ahol a federációhoz való csatlakozásról dönthetnek az ott élők. A véleménynyilvánítást online formában is lehetővé akarják tenni a nagyobb részvétel érdekében. Amennyiben ez megtörténik, Ukrajna elzárkózik minden nemű béketárgyalástól, jelentette ki Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. Az Unión nyugati hírforrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Moszkva által különleges hadműveletnek nevezett háború során az orosz hadsereg ellenőrzése alá von térségekben, Donyeckben, Luhanszkban, Herszonban és Zaporizsjában terveznek népszavazást az Oroszországhoz való csatlakozásról. Lehetséges dátumként szeptember 11-ét nevezik meg. Nem tiltja törvény a katonai tapasztalat nélküli állampolgárok mozgósítását Ukrajnában. Ugyanakkor megfelelő kiképzés nélkül nem küldhetők a harci területekre. A Védelmi Minisztérium illetékesei kötelezik a katonai egységek parancsnokait a minőségi felkészítésre, valamint az oktatás teljességére. Az aktív harci cselekmények miatt azonban a kiképzést jelenleg 7-től 20 napig terjedő intervallumra csökkentették az országban. A szakértők azt tanácsolják, hogy ha elmarad a felkészítés, akkor a mozgósított személyek nyújtsanak be jelentést a parancsnokukhoz, amelyben a megfelelő kiképzést kérik. Amennyiben valakit felkészületlenül küldenek a frontra, akkor az Ukrajna Védelmi Minisztériumának segélyvonalait hívhatja. Az ügyvédek szerint, amennyiben nem vettek részt megfelelő kiképzésben a hadköteles polgárok, nem minden esetben lehet felelősségre vonni az illetékeseket, mivel a büntető törvénykönyvben nincs közvetlen felelősség vonás a felkészületlen emberek frontra küldéséért. A kérdést törvényi szinten kell korrigálni, mert aki nem vett részt kiképzésen, az nem csak a saját, hanem mások életét is veszélyeztetheti, magyarázták a szakértők. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás 40 belföldi menekült kiutazását segítette Lengyelországba. A Donyeck, Luhanszk, Herszon és más megyékből érkező kényszermenekültek az Adventista Fejlesztési és Segélyalapítvánnyal való együttműködés keretében hosszabb időre költöznek a szomszédos országba. Tájékoztatott közösségi oldalán Petro Dobromilszky, a megyei katonai adminisztráció helyettes vezetője. A belső menekültek egy csoportjának kényelmes lakhatást, étkeztetést, valamint a szükséges dokumentumok elkészítéséhez elengedhetetlen segítséget sikerült találni. Szükség esetén a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket a nyelvtanulásban és a munkavállalásban is segíteni fogják. A jövőben a megyei katonai adminisztrációval közösen hetente indítanak majd ilyen csoportokat, hogy minél többen találjanak megfelelő menedéket mindaddig, amíg nem térhetnek vissza a lakóhelyükre. Fejtette ki Román Pleskun, az Adventista Fejlesztési és Segélyalapítvány projektmenedzsere. Az ukrán-magyar határszakaszon 6676 ember lépett be hétfőn Magyarországra. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5853-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta a Magyarországos Rendőrfőkapitányság kedden az MT-t. A beléptetettek közül a rendőrség 257 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. A vonattal 276-an érkeztek Budapestre, az ukrajnai háború elől menekülve, tudatta az ORFK. Folyamatosan érkeznek Kárpátaljáról magyarországi segélyszállítmányok. A mozdonyvezetők szakszervezete ma 2 millió forint értékben hozott adományt ukrajnai kollégáinak, melyet a belső Ukrajnában dolgozó mozdonyvezetőknek juttatnak majd el, akik a háborús területekről történő személyszállításban és evakuációban vesznek részt, többek között Kijev, Harkiv és Zaporizsja városába. A szállítmányt a magyar vasutasok csapon adták át az ukrán illetékeseknek. Magyarországról érkeztünk a mozdonyvezetők szakszervezete nevében, és ugye nem először vagyunk már itt. Az ukrán mozdonyvezető kollégáknak hoztunk élelmiszeradományt, illetve tisztálkodási felszerelést 2 millió forint értékben, ami 1 tonna körülbelül,
és ebben van 300 kg száraz tészta, konzervek, tisztálkodási felszerelések, meg minden, amire szükségük van, hiszen ezt előzetesen leegyeztettük, és nem utoljára vagyunk itt, mert fogunk még jönni máskor is. A segélyszállítmány eljuttatásában a Fényes-Litkei önkormányzati hivatal segített, akik már több ízben hoztak adományt, mind Kárpátaljára, mind belső Ukrajnába. Február 24-től Fényes-Litkei község lakosság és önkormányzata elindított segélyszállítmányokat, illetve befogadó központot alakított ki Fényes-Litkén. Voltunk Bucsán, vittünk aggregátorokat, voltunk Helnyiszkibe, Ivano-Frankivskbe, Lembergbe is sorolhatnám, illetve természetesen a kárpátaljai kórházakhoz, a Munkácsihoz, az Ungvárihoz, mindegyikhez hordtuk ki műtétekhez kapcsolódó, illetve az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó eszközöket, illetve felszereléseket, illetve az itteni kárpátaljai befogadó táborokhoz élelmiszert. És ennek egyik része az, hogy most segítünk a mozdonyvezetők, magyarországi mozdonyvezetők szakszervezetének, országos szakszervezetének a második szállítmányának a kihelyezésében. Múlt héten voltam a Kárpát-megyei rendőrkapitánysághoz, vittünk rendőrségi eszközöket 6 millió forint értékben, és természetesen most már ilyen donorokat szedünk össze, gyűjtünk össze, és azoknak az áruit, illetve a segélyszállítmányt próbáljuk ide koordinálni Kárpátra, illetve most jelenleg például Kijevbe fog érkezni ez a szállítmány. Volodymyr Kozelszky, az ukrajnai vasutasok szabad szakszervezetének vezetője stábunknak elmondta, hogy hálás a magyarországi kollégáinak, hiszen a harci cselekmények területén dolgozó társaik vannak a legnehezebb helyzetben. Mi сьогодні отримуємо допомогу від своїх колег, які нам з Угорщини доставили. Ma újabb adományt kaptunk a magyarországi kollégáinktól, humanitárius segélyt a szakszervezetünk tagjai számára. Hálásak vagyunk a segítségért. A harci cselekmények területén dolgozó munkatársaink nagyon rászorulnak erre a segítségre. Ugyanakkor ott sok áttelepült személy is van, akiknek élelmiszerre van szükségük. Olyan élelmiszert szoktunk gyűjteni a számukra, amely hosszú ideig megőrzi szavatosságát. Magyar kollégáink segítsége valóban sokat jelent a számunkra. A háború során változott a munkánk. A vasutasok háborús körülmények között dolgoznak. A vasúthálózat pedig a kritikus fontosságú infrastruktúrához tartozik, hiszen szállítmányokat visz a hadseregnek, valamint emberek kimenekítését is végzi. Önök is láthatják, hogy a vasút milyen jelentős szerepet játszott eddig is, és játszik továbbra is a hadiállapot idején. Közúton nem lehet ilyen mennyiségű szállítmányt és embert sem átvinni az országon. Jelenleg a gabonaszállítás területén is fontos szerepet játszik a vasút. Az embereink étnappal látéve dolgoznak. A következő, a magyarországi vasutasok által összegyűjtött adományt a tervek szerint októberben juttatják el ukrán társaiknak. Egyre több kárpátaljai nyugdíjas és rászoruló jelentkezik az ENSZ által meghirdetett segélyprogramra. Marina Lazebna, szociálpolitikai miniszter kifejtette, hogy az ENSZ-el kötött együttműködési egyezmény keretében átadták a nemzetközi szervezetnek az érintett emberek listáját. A hivatalos tájékoztató szerint azok igényelhetik a támogatást, akik a megszállt területekről és a háború sújtotta régiókból származnak. Elsőbséget élveznek a veszélyeztetett csoport, például a fogyatékkal élők, a nyugdíjasok, a gyermeket egyedülnevelő szülők és az alacsony jövedelmű családok. Mivel a támogatás folyósításához nincs szükség a belföldi menekült státuszt igazoló okirat felmutatására, ezért a kárpátaljai lakosok is élnek a lehetőséggel. A segélyt 3 hónapon keresztül utalják majd, eddig 64.886 ember nyújtotta be ez irányú igényét. A Közi Horváth József népfőiskoláltal a Gyagos Szergényen szervezett 4 napos fesztiválon bemutatták az érdeklődőknek a Matül Péter szobrász életét és munkásságát ismertető könyvet. A fesztivál résztvevői megtekinthettek a munkácsi művészről egy kis filmet is, melyet a TV21 Ungvár munkatársai készítettek. Elmeséltem egyes művemnek a keletkezésének a történetét, a gondolataimat, amik akkor születtek bennem, amikor megterveztem ezeket a műveket, és azt az üzenetet, amit visznek magukkal, amit hordoznak magukkal. Balog Lívia, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület alelnöke hangsúlyozta, a mozgalom egyik fő célja az értékmentés. Ilyen például a gasztronómiai kincsek megőrzése, vagy akár a hímzés hagyományának őrzése is. A Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület most már mondhatom régóta tart kapcsolatot a
Horváth Közi József Agyagos Szergényi Névfőiskolával, és így már második alkalommal tudtunk ide bemutatkozó rendezvényt hozni. Itt egy kicsi közösségről van szó, mégis az első népfőpiknikjüket Kárpátaljának, a kárpátai magyar kulturális életnek szánták, azt szerették volna megismerni. Mesemondástól itt robotika bemutatón és előadáson keresztül versénekrés és népdal és néptánc tanítás, viseletvarrás, hímző bemutató és a kárpátai magyar hímzőműhelynek a bemutatkozása is zajlott, úgyhogy igyekeztünk valóban minden korosztálynak élményt szerezni, és egy picit bevonni őket, és megmutatni, hogy mi otthon, hogy élünk, milyen közösségeink vannak, és hát annak reményében természetesen, hogy megismerik, megszeretik, és saját maguk is szeretnének majd Kárpátaljával, a kárpátai magyar közösséggel megismerkedni, és annak reményében, hogy béke lesz, és előbb-utóbb mindannyian folytathatjuk azt a munkát, amelyet elkezdtünk, azt az értékmentő tevékenységet, amit a Kárpátai Népfőiskola Egyesület is végez otthon. A Közi Horváth József Népfőiskola által szervezett fesztiválon levetítették a Sátánfattya című filmet is. A nagy sikert arató bemutató után közönségtalálkozót is tartottak a főszereplővel, Tarpai Viktóriával. Sokszor egy-egy nehézségnél, vagy egy-egy nehezebb időszakomban, amikor azt érzem, hogy rajtam a világ súlya és fájdalma, és nekem milyen nehéz bizonyos helyzetből kifolyólag, akkor úgy sokszor eszembe jut ezeknek az embereknek a sorsa, a kitartása, a hitük. Tehát és az a legfontosabb, hogy a hitünk megmaradjon, az egymásba vetett hitünk is, ugyanúgy a magunkba vetett hitünk is, és hogy most bármerre is vagyunk, de ugye a film is nekem valahol egy ilyen üzenetet is hordoz, hogy a remény az ott van mindvégig. És tehát nekem ezt az üzenetet is hordozza, hogy ameddig egymásba tudunk kapaszkodni, és egymásba a reményt és a hitet éltetni és megtartani, addig nincs baj, bárhol legyünk. És én rengeteg erőt tudok ebből meríteni, úgyis főleg ilyenkor, amikor ugye beszélgetünk róla, és az emberbe úgy föl-föl jönnek dolgok, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy ez ma itt megtörtént. Nagyon boldog voltam, mert ugye rég nem vetítettük a filmet, és rég volt ilyen csodálatos közönség és közönség találkozó utána, úgyhogy ez egy olyan este volt, és egy olyan beszélgetés, ami nagyon-nagyon sok jót és szépet és erőt adott nekem. A Közi Horváth József Népfőiskola által szervezett 4 napos fesztiválon Kárpátalja volt a középpontban. A programsorozat pénteken kezdődött, és vasárnap ért véget. Az oktatás, a hatóságok és az üzleti szféra. Ez az a 3 tényező, amely kedvező hatással van Ukrajna és azon belül Kárpátalja gazdasági fejlődésére. Az Ungvári Nemzeti Egyetem gazdaságtudományi kara már 2019 óta szervez ezzel kapcsolatos kerekasztal beszélgetéseket. Az oktatási szférának szüksége van a hatóságok és az üzleti élet támogatására, főleg most, amikor az Ungvári Egyetem a duális képzési forma felé orientálódik. A korábbi, a karanténnak kapcsolatos kihívásokhoz február 24-e óta számos más nehézség társult. Először is itt van az oktatás és a tudomány finanszírozásának a problémája. Mindannyian jól tudjuk, hogy az állam fejlődésének alapköve az oktatás és a tudomány. Továbbra is gondok vannak a tanulmányokkal, a hallgatókkal is, mert nem egyszerű a háború idején tanulni. Sok hallgatónk kénytelen volt hazautazni, vagyis összetett problémáról beszélünk. Meggyőződésem, hogy az üzleti szféra tud segíteni nekünk. Közös erőfeszítések révén képesek leszünk megfelelő kvalitású szakembereket felkészíteni. A duális képzésről van szó, amikor is a tanterv előkészítése során figyelembe vesszük a hatóságok és az üzleti élet igényeit, hogy olyan szakembereket neveljünk, akikre valóban igény van a munkaerőpiacon. A megoldást csak a problémák megvitatásával lehet megtalálni, hangsúlyozta Volodymyr Szmolanka, az Ungvári Nemzeti Egyetem rektora.
Egyetemünk számára fontosak ezek a kerekasztal beszélgetések, mivel ilyenkor összejönnek a megye üzleti életének, a különböző hatóságoknak és intézményeinek a képviselői, hogy megvitassák azokat a kérdéseket és kihívásokat, amelyek a háborús időben országunk előtt tornyosulnak. Biztos vagyok benne, hogy a kollégák kellőképpen körbejárják ezeket a kérdéseket, ami még szorosabb együttműködést eredményezhet a hatóságok és az üzleti szféra között. Ez a célunk. A rendezvény szervezésében a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás is részt vállalt. Azt szokták tőlem kérdezni, hogy mit tettem eddig az üzleti élet fennmaradása érdekében. Nem vezettünk be kiárási tilalmat, és sokoldalú támogatást biztosítottunk a vállalkozásoknak. Ez segített abban, hogy még a háború idején is megőrizzük Kárpátalja turisztikai vonzerejét. Milyen fontos történések vannak a gazdasági életben? Számos vállalkozást és azok munkaeszközeit telepítettük megyénkbe az ország minden szegletéből. Nagyon fontos, hogy ne engedjünk be csalókat. A helyi vállalkozók megszokták a becsületes piaci versenyt. Mivel Kárpátalja megnyílt az áttelepült vállalkozások előtt, ezért ilyen esetben a hatóságoknak garantálni kell a helyi vállalkozások biztonságát is. A hatóságok, az üzleti élet képviselőinek és az oktatási szférának a találkozása mindig fontos, hiszen ezek az alkalmak hozzájárulnak a gazdaság fellendítéséhez, még a hadi állapot idején is. Véli Miroslava Kalamunyak az ungvári ruhagyár igazgatója. Az általa vezetett üzem is olyan problémákkal küzd, mint meg annyi vállalkozás az országban. Нам, слава Богу, бомби не падають, нам треба працювати, працювати багато, працювати. Bennünket, hála Istennek, nem bombáznak. Dolgoznunk kell. Sokat kell dolgoznunk, hogy minél többet adózhassunk és fizetést tudjunk adni az embereknek. Az embereknek is meg kell élniük ebben a nehéz helyzetben, beleértve az inflációt is. Ismét csak Istennek hála, hogy sok megrendelésünk van. Sok a munkánk, és továbbra is szeretnénk növelni a munkahelyek számát. Az áttelepült vállalkozások között több varroda is van, hiszen ezek olyan vállalkozások, amelyeket a legkönnyebb ide telepíteni. A varrógépet az ember kézbe veszi, és már mehet is. Ezért egyfajta konkurencia alakult ki Kárpátalján, amire viszont mi nyitottak vagyunk. Megértjük és együtt érzünk azokkal az emberekkel, akiknek el kellett hagyniuk az otthonukat, a barátaikat, a megszokott életüket és mindent. Ezért úgy tekintek erre az egészre, mint egy új lehetőségre, hiszen Kárpátalja tekintetében ez az adóbevétel növekedését jelenti, amit már a statisztikai adatok is jeleznek. Hiszek a győzelemben és Kárpátalja szebb jövőjében. A rendezvényen többek között szó esett a vállalkozások megadóztatásáról, a működési engedélyekről, a finanszírozási forrásokról, a befektetők bevonásáról, valamint az új munkahelyek létrehozásáról is. Kárpátalján több, mint egy hónapja folyamatosan apadnak a folyók, ami a rendkívül forró nyár következménye. A Kárpátaljai Regionális Hidrometeorológiai Központ adatai szerint az alacsony vízállás a megye nagyobb folyóit érinti. A Terebja, a Tereszva, a Latorca, a Rika, az Ung, valamint a Túrja folyók alacsony vízszintje súlyos környezeti károkat okozhat. Az alacsony vízállás miatt kiszáradhatnak a kutak, veszélyeztetve ezáltal a lakosság ivóvízellátását, valamint a halállomány élőhelye is veszélybe kerül. A kárpátaljai folyók vízszintjét folyamatosan 42 automatizált állomás méri. Az esetleges környezeti problémák megelőzése érdekében arra kérik az embereket, hogy korlátozzák a folyóvizek felhasználását, és felelősségteljesen bánjanak a vízkészlettel. Önkéntesek dolgoztak annak érdekében, hogy magasított zöldség és virágágyásokat készítsenek a Kárpátaljai Caritas Jótékonysági Alapítvány és a Nagyia civil szervezet által gondozott mozgássérült fiatalok számára. A munkát az Építsük Együtt Ukrajnát ifjúsági mozgalom kárpátaljai képviselői végezték. A majdnem egy méter magas ágyásokat alakítunk ki, hogy ezek az emberek könnyebben hozzáférhessenek. Van két méter és egy 3 méter hosszú ágyásunk. A nagyobbnál azok dolgoznak majd, akik tolószék nélkül is tudnak közlekedni, a két kisebbnél pedig a tolószékesek.
A zöldség és virágágyások a helyi görögkatolikus egyházközség épületei mellett találhatók. Az épület és a kiskert között még egy speciális feljárót is kialakítottak a könnyebb megközelíthetőség érdekében. Ez a ház azért is lett létrehozva, hogy itt mozgássérültekkel foglalkozzanak. Elkészült egy projekt is, amely során tetőtéri helyiségeket fogunk kialakítani. Az ideérkezők a kerti munkákba is bekapcsolódhatnak, így egyszerre meg lehet valósítani a rehabilitációt is. Az ágyások szintjének megemelését a csapat a külföldi kollégáktól leste el. Egy év telt el az ötlet és annak megvalósítása között. Egy jelenleg Svájcban élő barátunk osztotta meg velünk a tapasztalatát. Az ő gyermeke is mozgássérült, és ezért számára is fontos volt valamivel lefoglalni a gyerek figyelmét. Így szereztünk tudomást a magas zöldség és virágágyásokról. Sokan segítettek, hogy megfelelően készítsük el ezeket. Ennek megvalósításában az ENSZ egyik projektje segített. Az ágyások gondozását és a palánták beszerzését is így sikerült megszervezni. Azt tervezzük, hogy bevonjuk ebbe az egyik barátunkat, aki kertész. Megtanítja a szülőket, hogy mit és mikor kell ültetni. Elsősorban fűszernövényekről és virágokról van szó. Ebben az a legjobb, hogy a fiatalok gondozni fogják a növényeket. A szülők örülnek, hiszen már többször is megpróbálták bevonni gyermekeiket a kerti munkákba, viszont eddig erre nem volt lehetőség. Ми дуже про них мріяли. І молодь наша говорила про них, і ми батьки, ми Mindig is vágytunk ilyen ágyásokra. A fiatalok is mondták már, viszont az alacsony ágyásokban nem tudtak volna semmit sem csinálni. Remélem, hogy sikerül majd használható fűszernövényeket termesztenünk. Közösen készítjük az ebédet a fiataljainkkal, és ez is a munkaterápia része. A fiataloknak is számos ötletük akadt, hogy mit is lehet itt termeszteni. Amire idén már nincs lehetőség, azt jövőre tervezik megvalósítani. Én kaport, petrezselymet, hagymát, szamócát és virágot fogok ültetni. Az önkéntesek között több ideiglenes áttelepült is van. Olekszandr feleségével Szlavjanszból érkezett Ungvárra. Odahaza kerámia edényeket készítettek és értékesítettek. Minden felszerelésük Szlavjanszban maradt, mert nem gondolták, hogy ilyen hosszú időre kell elhagyniuk otthonukat. Most itt keresnek munkát, addig pedig önkénteskednek. 2014-ben mi pakedali svoju domivku, zaraz znovu vimušeni jihati. 2014-ben egyszer már el kellett hagyni az otthonunkat, most ismét, hiszen ott nagyon veszélyes volt a helyzet. Ott nem lehet élni, mert nincs se áram, se gáz, se víz. Rájöttünk, hogy egyhamar nem térhetünk haza. Ezért most új lehetőséget keresünk. Munkát keresünk, mert világéletünkben dolgoztunk. Ezért is jöttünk ide segíteni, hogy csináljunk valamit. Odahaza saját házunk és műhelyünk volt, ezért nehéztétlennek maradni. Az ilyen akciók lehetőséget nyújtanak mind a kikapcsolódásra, mind az összefogásra. Az önkéntesek munkája révén pedig akad elegendő hely a fűszernövényeknek és a virágoknak is.